Počas dňa mali deti vďaka základnej škole možnosť pri stoloch s ručnými prácami vyskúšať maľovanie na sklo, navliekanie perá, vystrihovanie obrázkov, prípravu štov a vytváranie diel z plasteliny a ešte mnoho ďalších, ktorých si každé dieťa mohlo nájsť svoju záľubu. Tety kuchárky sa postarali aj o chutný kakaový koláč a občerstvenie pre všetky prítomné deti. A nap folyamán az iskola jó voltából lehetőség nyílt az ügyeskező gyermekeknek kézműves foglalkozásokra, úgy mint gyöngyfűzésre, arcfestésre, kulcstartó, papírdísz és csipeszkészítésre, gyurmázásra. Továbbá a szakácsnénik finom kakaós kalácsról és üdítőkről is kaptak minden gyermek részére. Organizátori nezabudli ani na gastronómiu. A tak sa už od ranných hodín v kotlíkoch varil guláš a rybacia polievka. Na konci súťaže prísna porota rozhodla o víťazovi tejto súťaže. Mivel a szervezők a gasztronómiai élvezetekről sem feledkeztek meg, így már reggeli óráktól fortyogtak a bográcsokban a halászlék és gulyások. A főzőverseny végén szigorú zsűri döntötte el, hogy ki lett az idei győztes. És akkor nehéz döntése volt a zsűrinek, el kell, hogy mondjam, nehéz volt, igen. Hát halászlévből, kezdeném a halászlével, mert csak ketten jelentkeztek be halászlével. Úgy döntöttünk, hogy itt csak egy díjat adunk át, ugyanis a másik díjazott, ugyan már ugye a
a főzőversenyben, a gulyásból is, ott is elmarad egy gulyás utolsó helyezett. Oda egy vigaszdíjt fogunk adni, az pedig a vigaszdíj egy pohár fagylajt. Az ötös számú, aki a ötös számmal volt... Nem. Jaj, bocsánat, a négyes számmal. Bocsánat, a négyes számmal, aki volt. Bocsánat, aki a négyes számmal volt, aki a négyes számmal volt, ővé a vigaszdíj, ő lett a második. A vigaszdíj. Tapsoljuk, még nem hallom. Különben nagyon nehéz volt, mert szerintem mind a kettőnek dunai halakból volt, meg nem tudom, nagyon finom volt, tényleg nagyon, nagyon nehéz volt dönteni a zsűrinek, de hát valakinek nyertesnek is kell lenni máma, az pedig az ötös számú nyerte, Dunajcsik Otto, Kizsáról. A hölgyet nem tudom, hogy honnan volt. Ócsáról, jól van. Hát akkor itt maradt Izsán, a győztes, a halászlé bajnoka. Hát akkor kezdenénk visszafelé, a hetedik helyezés, szintén egy pohár fagylajt lesz a utolsó helyzetnek, a hetedik helyzetnek, a hármas számú. Hát nem baj, a fagylajt is díj, jajjaj. Fő a részvétel, és én szerintem abból a gulyásból is lehet enni. Tovább, a hatodik helyezettünk az egyes számú. A hatodik helyezést az egyes számú... Bafko, igen, Bauko. Micsoda van benne? Kések, jó. Kések villák, hogy jövőre azért, na. Nagyobb húst hozzá a jövőre, úgyhogy köszönjük szépen. Örülünk neki. Tovább az ötödik helyezés a hetes számú. Az ötödik helyezést a hetes számú. Nem baj, ő már három embert megelőzött. Így van, nagyszerű, gratulálunk, Szilárdkám. Nagyon jó volt. És akkor egy díjat. Szakácsok is hagy gratulál, főszakács úr, igen. Megérdemled. Na, nagyon jó volt. Jövőre is visszavárunk ám. És akkor megyünk, most már a negyedik helyezés. A nyolcas számú. A negyedik helyezést a nyolcas számú. Így van. Ők kettővel készültek, most az egyikkel nyertek. Negyedik helyezés. Negyedik helyezést, gratulálunk. Nem egy tiétek volt a halászlé? Na akkor jó, akkor van egy negyedik helyezés is, el lehet mondani. Van egy negyedik helyezés, gratulálunk. Köszönjük szépen. A harmadik helyezést ért el a hatos számú. Gál László! Lacikám, gratulálunk. Jön a második helyezés, igen, a kettes számú. A kettes számú. Gyerekek, ő is lejjebb csúszott egyen. Gyerekek, a borsos öcsi is lejjebb csúszott. Higgyétek el, három éve nem tudta senki megverni, és most valaki megverte őt. Második helyezést. Öcsikém, gratulálok. De gratulálok, öcsik. És akkor kérem szépen, Izsa legjobb szakácsát 2009-ben, Izsa falujáért, Boszány konyháját nyerte. A kilences számú. Botka Gyuri, Izsáról. Ő viszont először vett részt ebben a versenyben, és mindjárt nem is ott a lejjebb első helyezés. Gratulálunk, Gyuri. És el kell, hogy mondjam, hogy egyértelműen mindenki erre ott erre a 9-es számúra, úgyhogy szerintem megérdemetek. Gratuláljam van. Egyértelműen ő volt a legjobb, de én szerintem mindenki jól járt vele, mert mindenkit meg lehet kóstolni.